Én azt gondolom, hogy a konferenciák nagyon hasznosak, mert egyrészt a maga a közösség össze tudni személyesen. Ami nagyon fontos, mert remek, hogy az internet, és akkor mindenki mindenkivel kapcsolatban van interneten keresztül, de a személyes kontaktus van egy varázsa, hogy valakivel beszélgetek, együtt sörözök, leülök, vitázunk, az egy egészen más milyen feelinget ad, és akkor látszik, hogy milyen sok ember van, aki hasonló cipőben jár, mint mi magunk, tehát ugyanolyan problémákkal küzdünk, mint magunk, és az tud inspiráló is lenni. Online kaptam én is az értesítést, hogy részt lehet ezen venni. Azon nyomban regisztráltam is, ugyanis a program és az előadásoknak a tematikája is mind kiváló, és nagyon magas a szakmai színvonal. Nagyon várom a mai előadásokat. Több olyan témát is láttam a programban, ami kifejezetten érdekelne, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a szakmai színvonal, és milyen új információkhoz fogok hozzájutni nap folyamán. Ma az összes előadásra be fogok ülni, amire csak lehetőség van, illetve a workshopokon is szeretnék részt venni. Köszönöm. És annyit kell csinálni, hogy JavaScript Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű szabad szombaton. Ezennel formálisan ezt a konferenciát megnyitom. Minden eddigi konferenciáink közül ez tűnik előjáróban a legnagyobbnak. Azt gondolom, hogy idén is nagyon-nagyon jó szakmai program lesz. Nagyon jó szórakozást kívánok. Remélem mindenkinek tetszeni fog ez a mai nap, és sok ismerettel gazdagodik mindenki. És a közösségi életet pedig a aulába és a büfébe pedig mindenki ápolni fogja. Jó 10-13 éve benne vagyok ebben a szabad szoftveres mozgalomban, és hát ezek azok az alkalmak, amikor össze tudok futni a régi barátokkal. Szerintem ez egy nagyon jó, szimpatikus kezdeményezés, mert tényleg összehoz egy olyan társaságot, ahol ilyenekről lehet beszélgetni, és nem csak az interneten, fórumokon lehet kommunikálni. Most több fiatalt látok, ami az egy klassz dolog, mert jöjjenek is, tehát kell a sok fiatal, kreatív, okos, aki szuper jó dolgot fog megcsinálni. Rengeteget lehet tanulni, és remélem ezeket a tanultakat a későbbiekben a gyakorlatban is minél előbb átültetni. Tök jó előadások vannak, így főleg így szoftverfejlesztéssel kapcsolatban. Érdeklődtem eddig, azok eddig tetszettek. Egyszerű programozónak tanulok, és ez a legjobb hely, hogy fejlesztem magamat. Mindenképpen jövőmutató, mert egyrészt összefoglalja, hogy hol tartunk most. És sok újdonságot mondott el az előadó. És mindig van egy-két adás, ami megmutatja, hogy milyen irányba fogunk majd tovább menni. És az azt jelenti, hogy... Aztán majd utána nyugodtan olvasgatunk, megválunk. De ezen kívül... Itt teljesen más terület. Alacsony hardware igényű legalább. Például ugyanazon fordítóknál is. Néha meglepődik az ember. A lépések is mások egyebeknek a megtanítására. Azért, mert mégiscsak fel. És koncentrálunk. Általában összecsapott PDF-et. Erre nagyon népszerű. Platformos, natív játékokat. Ez már 160. Reggel 8-kor már itt voltam, mert ki is állítok, van egy kis LibreOffice-os standunk. Hogy itt van arra mód, hogy találkozzunk olyan IT szakemberekkel, akiknek be tudjuk mutatni a megoldásainkat, és jellemzően egyébként elég nagy az érdeklődés is rá, hogy látjuk. Legalább 100-an voltak már itt eddig, és ha jól látom, akkor még csak 1:30 lesz. És szerintem ennek az oka, hogy egy informatikai totóval készültünk, amit elég érdekesnek tartottak a srácok, és sokan úgy is kitöltötték, hogy nem vették át a Snickers nyereménycsokit, csak a válaszokra voltak kíváncsiak. Gyűlnek le szépen a játékunkhoz a szórólapok is, úgyhogy egy ilyen 100-150 ember biztos volt már nálunk szerencsére. Hát az Óbudai Egyetem Neumann János informatika karának kitűzött célja az, hogy olyan rendezvényeket, mint például ez is, legalább infrastruktúrában támogasson. Meg lehet ismerkedni a legújabb trendekkel, illetőleg ez is egy ilyen találkozási lehetőség a szabad szoftveres felhasználóknak és üzemeltetőknek. Családias volt egyébként, igen.
köztudott, hogy a jelenlegi kormányzat dedikált célja az, hogy nem csupán piacról beszerezhető szoftvertermékeket alkalmaznak például a közigazgatásban, hanem free szoftverekre is ráirányítsa a fókuszt. Hát ebből következően a nálunk végzett diákoknak is célszerű és előremutató az, hogyha megismerkedhetnek a free szoftvereknek a világával. Hát nekünk két open source termékünk is van, az ORP GPL, illetve a Syslog Engine-nek van egy open source edition változata, és alapvetően a cégünk open source alapokon fejleszt. Nagyon sok Linux disztribúcióban is benne van a Syslog Engine, mint alapértelmezett loggyűjtő, úgyhogy ez kiemelten fontos a számunkra, hogy itt legyünk egy ilyen rendezvényen. Ennek köszönhető az, hogy az Udai Egyetem nyitott és támogatja azt a kezdeményezést, hogy az FSF nálunk szervezze a továbbiakban is ezt a rendezvényt. Remek volt minden előadás, amire beültem, nagyon élveztem őket, sokat tanultam, és a következőre is jövök. Én mindenképp ajánlanám, hiszen végül is egy ingyenes konferenciáról van szó. A költség az, hogy ide utazik, ide jön, és eltölt egy napot itt hasonló szőrűek társaságában. Netán még tanul is valami újat, hall is újat, és a más nem barátkozik, ami épp olyan fontos, mint az informatika. Ne csak a gépek és terminálok mögött üljünk, hanem barátkozunk is egymással. Az egyetemen a hallgatótársaimnak fogom javasolni, hogy jövőre látogassanak el. Szerintem mi jövőre is el fogunk jönni. Mai konferencia szerintem nagyon jól sikerült, úgy láttam, hogy kiváló előadások voltak, és úgy látom, hogy nagyon sokan is komolyan érdeklődtek az előadások iránt. Most néhány nyereményt fogunk kiosztani, illetve kisorsolni. Meglepően jól sikerült. Az a helyzet, hogy egy elég komoly lemorzsolódás szokott lenni a jelentkezők között, ez most nem nagyon jelentkezett, valószínűleg azért, mert elég szép nyereményt lehetett kapni a hallgatóknak. Jelentős előnnyel Zámbó Marcell lett a legjobb előadója a konferenciának. Nagyon büszke vagyok rá, köszönöm szépen. Meglepetésként ért, én azért ugye arra készültem, hogy nem én leszek, mert nagyon sok jó előadó volt. Hál' Istennek egyre többen adnak elő, és egyre színvonalasabb előadásokat csinálnak. Úgyhogy, de örülök neki, tehát nagyon jó kis kütyű. Pólókat is fogunk kisorsolni. Alapvetően egy jó hangulatú, nagyon jó kis konferencia volt ez. Úgy gondolom, hogy jövőre is meg fogjuk csinálni, és remélem, hogy akkor is majd el tudjuk hozni az embereket rá. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet! Ismét egy kiváló szabad szoftver konferencián vehettem részt, ahol rendkívül jó előadásokat lehetett meghallgatni, és szerintem egy nagyon jó lehetőség ez arra, hogy a Linux iránt érdeklődők a szakma legjobb szakembereivel találkozhassanak élőben, kérdezhessenek, beszélgethessenek vele.